Egyre többféle drog van a piacon, és ráadásul jelentős részük legális, legalábbis akkor, hogyha azt mondják róluk, hogy ez nem drog. Pánikbetegségről és napokig tartó rosszul létről írnak a fórumokon azok, akik kipróbálták már a legújabb parti drogokat. Elég régóta partizom, de ezek a mostani cuccok teljesen borzalmasak, ezt írja az egyik hozzászóló. A neten, mint a pizzát meg kell tenni. A toxikológus szerint a legújabb designer drogokkal az a baj, hogy az interneten bárki megrendelheti. És valóban így van. Az apró hirdetések között könnyebben hozzájutnak ezekhez a szerekhez a tinik, mint az alkoholhoz vagy a cigarettához. Növényvédőszerként kínálják, és gramjáért 2-3 ezer forintot kérnek. De van olyan oldal is, ahol akciósan csomagban kínálnak többféle, most még legális kábítószert. Minél több vegyületcsoportot rávisz az ember egy molekulára, hogy úgy mondjam, annál drasztikusabb ez. Hideg Zsuzsanna toxikológus azt mondja, az egyik legveszélyesebb az MDPV, vagyis a metilén-dioxipirovaleron, mert a korábban ismert drogok módosított változata. Ezek az amfetamin származékokhoz hasonlítanak, gyakorlatilag a régen forgalomban lévő, ami illegális, a speed, ecstasy, ezekhez hasonlítanak, egy módosított változatuk valamennyi, és kiszámíthatatlan hatásuk. Van már helyette, csak még az nem kerül piacra, ezeknek a készletét kell kifuttatni, ami hát még van benne az országban jó pár mázsa. Korábban a kékfénynek telefonon beszélt egy internetes díler arról, hogy legutóbb a Kati vagy más néven a Mefedron nevű szerből is előre lehetett rendelni azokra az időkre, amikor már tiltott lesz a szer. A Katit fél évvel ezelőtt tiltották be. Dávid Ferenc, a Kékpont Alapítvány prevenció ügyi koordinátora. Jó reggelt, jó reggelt kívánom! Mi a tapasztalata, hogy mennyire terjednek az új szerek? Hát ez nagyon más is eltér különböző droghasználói csoportokban. Azért az új szerek vagy a designer drogok megjelenése átszerkesztette szinte az egész drogpiacot. Más jelent meg a szórakozó helyeken, más jelent az intravénás droghasználói közösségekben, tehát az injekciós droghasználóknál, és más jelent a 10 éves korosztály körében. Azért azt látjuk, hogy tulajdonképpen mindent megváltoztat, és hogy újra kell gondolnunk szinte minden stratégiánkat ahhoz, hogy valamihez tudjunk kezdeni ezzel a problémával. De mit kell újra gondolni? Hát valahogyan az, hogy a tiltás engedésre szűkülő drogpolitika nem volt képes választ adni arra kihívást, hogy a designer drogok jelentenek. Ja igen, mert azt mondtuk, hogy ezt ne szedjétek, mert tilos. És most akkor ez meg, ha nem tilos, de szedni tilos. Hát ez csak úgy nem tilos, hogyha azt mondják, hogy nem tudom én, növényvédőszer. Ha azt mondják, hogy drog, akkor tilos. Az világos, csak ezeket jelenleg ugye növényvédőszerként árusítják, persze azért a használók vásárlók pontosan tudja, hogy ezeket növényre soha nem locsolták. Igazából arra a kérdésre nem sikerült választ adnunk, hogy miért legyek egészséges, hogy miért védjem az egészségem, minek, miért van erre szükségem. Igen, azt mondom a gyereknek, hogy azért, mert mondjuk 20 évvel tovább fogsz élni, ez nem érdekli. Igen, kérdés, hogy akarunk-e 100 évig élni. Most őt nem érdekli, most 16-18 éves, nem érdekli, hogy mi lesz vele 60 éves korában. Így van. És akkor, de akkor maguk mit csinálnak? Mit mondanak neki? Hát alapvetően azt gondolom, hogy többféle reakciót kell találnunk, vagy többféle stratégiát kell gyártanunk. Sokkal differenciáltabban kell gondolkodnunk. Akkor, amikor mondjuk injekciós droghasználók körében veszük észre azt, hogy az amfetamint követően nagyon gyorsan átálltak a mefedronra, majd a mefedron betiltását követően az MDPV-re, ez azt is jelenti, hogy nekünk elsősorban tudnunk kell azt, hogy ők mit használnak. Szükség van együttműködésre laborokkal, kormányzati szervekkel, ahhoz, hogy valamilyen adekvát választ tudjunk adni a designer drogok kihívására, szinte mindenkinek együtt kell működni, az oktatási intézménytől elkezdve a civil szektoron át, és hogy valóban olyan stratégiákat kell keresnünk, amelyek az emberek életminősége javul. Tájékoztatnunk kell tudni, tudnunk kell alternatívákat nyújtani, igazából az egész drogdiskurzust át kell gondolnunk újra. Most készül valamilyen új drogstratégia. Marakják ki, most jut eszembe, marakják ki, majd elolvassuk, hogy mi van benne. Izgalommal várjuk, hogy megkérdezem, hogy jön az államtitkár a kézért felelős hát, hogyha tudja, mi van benne, mert hogy mi az új, de minek kéne újnak lenni? Hát valahogyan sokkal őszintébbnek kéne lennie a párbeszédnek. És ez nem csak arról szól, hogy megmondom, hogy akkor drogokat használok vagy sem, hanem valahogyan szakítani kéne ezzel az álszent párbeszéddel. Azzal, hogy bizonyos drogokról úgy beszélünk, hogy ezek rosszak, ezek tiltottak, míg más drogokat árusítunk és hasznot húzunk belőle. Fontos lenne, hogy úgy tudjunk
differenciálni, vagy tudjunk fölnevelni gyerekeket, hogy azt mondjuk, hogy az életünk tele van örömforrásokkal. Ezek közül vannak, amelyek ellenünk fordulhatnak könnyebben, míg mások kevésbé, de hogy tanulj meg mértékkel élni. Valahogyan kéne népszerűsíteni a mértéketesség erényét, az, hogy az örömök, amelyeket ezek a kémiai szerek adnak, akár az alkoholra gondolok, vagy akár más szerekre, ezek ugyanúgy ellenünk fordulhatnak. És attól, hogy amit a törvény tilt, vagy enged, attól az én pszichémnek, az én életformámnak nem biztos, hogy jót vagy rosszat tesz. Tehát át kéne lendülnünk ezen a tiltó, tűrvetiltó, vagy megengedő drogpolitikai modellen, és sokkal őszintében kellene ezekről beszélnünk. De már azt is tudjuk, hogy ártalmas. Tudjuk most már, még az egyszerű marihuanáról is kimutatták, hogy ártalmas. Most el tudnám mondani, hogy a Frany Tamástól tanultam. Ártalmas, hát persze, a kávénak is van ártalma, az alkoholnak is van ártalma. De ennek olyan ártalma van, hogy a szervezet által kitermelt ilyen jutalom hormonokat nem fogja érzékelni az idegsejt, mert a cannabis az elrontja az érzékelőit. Én nem tudom, hogy szükséges-e az idegsejt szintjéig levinni ezt a diskurzus. Biztos, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen farmakológiai folyamatok indulnak el. De ennek az ismeretével azért még nem tudunk azonnal reagálni úgy a drogjelenségre, hogy az emberi kapcsolatokban is pozitívumot hozzon. Nincs erre egy válasz, nincs egy technikai eszköz, ami megoldja ezt a problémát. Jó lenne, ha lenne, hogyha benyomunk egy gombot, és akkor egyszer csak az emberek nem akarnak többet örömforrásokkal vagy drogokkal, de nem lesz ilyen világ. Az a fontos, hogy az élet minőség javuljon, és ez igaz arra, aki drogot használ, arra, aki nem használ drogot, és valami olyan stratégiát kéne indítanunk, amik az embert helyezi a középpontjába, és nem zárja ki ebből a döntési körből. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.